Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket a Hozsanna énekeskönyv 70-es énekének első versszakával kezdjük. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a Szentmise kezdetén, jelenlévő gazdagréti testvéreimet és az Apostol Televízió kedves nézőit. Mai szentmisénket a Drégei Palánki, Blaskó és Botka család elhunyt és élő tagjaiért ajánljuk föl. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a bűnbánatban újjászülessünk nagybőti jótetteinkkel, áldozatainkkal és a mostani szentmise kegyelméből is. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, tekints jóságosan néped odaadására, hogy testi önmegtagadásaink és jó tetteinek gyümölcse által lélekben újjászülessen. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jónás próféta könyvéből. Az Úr másodszor is szólt Jónáshoz. Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked. Jónás fölkelt, és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagyváros volt, 3 napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba 1 napi járásnyira, és hirdetni kezdte. Még 40 nap, és Ninive elpusztul. Ninive lakói hittek Istennek, böjtöt hirdettek, nagyok és kicsik egyaránt bűnbánati zsákruhát öltöttek. Amikor a szózat eljutott Ninive királyához, ő is leszállt trónjáról, levetette palástját, és zsákruhába öltözve hamuba ült.
Aztán a király és a főemberek parancsára kihirdették és elrendelték Ninivében. Ember és állat, ökör és juh, semmit se egyék, ne legeljen és vizet se igyék. Öltsön zsákruhát ember és állat, és harsány hangon könyörögjön az Istenhez. Mindenki hagyja el gonosz útjait és a rosszat, amit a keze végbe vitt. Ki tudja, hát ha irgalmas lesz, és újra megbocsát az Isten, lecsillapul izzó haragja, és nem kell elvesznünk. Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. Ezért nem is bocsátotta rájuk azt a pusztulást, amelyet büntetésükre tervezett. Ez az Isten igéje. Istennek örülünk. Krisztus Isten igéje, néked zeng a dicsőítés. Krisztus Isten igéje, az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenem. Egyszer Jézus köré sereg lett a csodaváró tömeg, de ő így szólt hozzájuk. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy lesz az emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is, és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött, hogy hallgathassa Salamon bölcsességét. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak. Itt pedig nagyobb valaki van, mint Jónás. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban. Annak idején a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban izgatottan készültem a szóbeli érettségére, mely abban az időben még nem volt túl nehéz, mert csak magyar nyelvből kellett szóbeli vizsgát tennem. És az irodalmi tételek között volt egy olyan tétel is, amely úgymond szabadon kitalált tétel, tehát a tanárunkkal az osztály közössége választhatott bizonyos témákat, ami bekerült a tétel jegyzékbe. Ez a tétel pedig úgy hangzott, hogy prófétai sors a magyar lírában. Amikor eljött az érettségi napja, társaimmal együtt izgatottan söprögettük a tételek céduláit az asztalon. Hát, ha meglátjuk, hogy mi van a túloldalra írva. De a sok keresgélés közben
úgy adódott, ezt most már a gondviselésnek tulajdonítom, hogy én éppen ezt a tételt húzhattam ki, amely az akkor már eldöntött hivatásommal is egybecsengett, hiszen az érettségi után nyomban jelentkeztem az esztergomi szemináriumba. De ez a téma, mely irodalmi tétel volt, mégis meghatározó, és a mai gondolatainkat is úgy vélem, hogy elindítja. Mert a költők sorában és a művek sorában ott szerepelt Babits Mihály Jónás könyve című műve, és még más költők, akik profétákról vagy profétai küldetésről írtak. És az irodalmi elemzés arról szólt, hogy vajon mi a felelőssége, mi a hivatása a költőnek, az írónak, a tollforgatónak, Jelenics tanár úr elnöklete alatt sikerült ez a vizsga, amely azóta is kíséri az életemet, mert hiszen mindig el kell gondolkodnunk a proféta sorsáról, most már nem irodalmi szinten, hanem az igazi profétai küldetés dolgában. El kell tűnődnünk ma is Jónás proféta alakján, aki arra is példát ad, hogy miként lehet vonakodni a profétai küldetéstől, igyekezni azt elhárítani, ha pedig mégiscsak eredményes, akkor lehet féltékenykedni, irigykedni is, hogy mégiscsak az emberek meghallják a jóra való figyelmeztetést, talán sajnálhatjuk is a megtérésüket, vagy netán azt, hogy megelőznek minket a jóban. Sokféle emberi gyengesség is megmutatkozik a prófétának a magatartásában. Most nem csak Jónás prófétára gondolok, akiről egy tanító elbeszélést olvashatunk a Jónás könyvében, az Ószövetségben. Mindannyiunkra gondolunk, amikor ezekről eltűnődünk, mi a feladata a prófétának? És egyáltalán ki a próféta? Talán csak én vagyok, mint ige hirdető? Talán manapság csak a papok azok, akiknek figyelmeztetniük kell a népet? Bizony el kell gondolkodnunk azon, hogy mindannyiunknak az élete prófétai jel, mert az emberek jelet várnak, mi nem tudunk csodákat tenni, és az Úr Jézus isteni küldetésében és emberi valóságában csodajeleket művelt, de ennek sem hittek az emberek, és mégis arra hivatkozik, hogy Jónás jel volt a maga korában és helyzetében, mert a niniveiek megtértek az ő figyelmeztető szavára. És ezzel az Úr Jézus arra is utal, hogy nem rendkívüli jeleket kell a világnak felmutatnunk, hanem elegendő, hogyha magunk jó példájával vagy figyelmeztető szavával odafordulunk az emberekhez, mert ki kell mondanunk az igazságot. Szálló igévé vált a mondat, vétkesek közt cinkos, aki néma. És ez minden keresztény emberre vonatkozik, aki Isten akaratát, az ő üzenetét nem teszi közzé a maga környezetében, aki elnézi vagy hagyja, kiváltképpen gondoljunk szűkebb környezetünkre vagy családunkra, mindazt elnézi, ami Isten szándékával ellenkezik. Mert ez kettős mulasztás, hogyha belegondolunk,
Egyrészt mulasztás amiatt, hogy Isten jó akaratát megtagadjuk, aki megszólítja általunk az embereket. Tehát mulasztást követünk el az Úr parancsa ellen, másrészt pedig mulasztással veszélyeztetjük annak a lelkét, lelki üdvét, akit nem figyelmeztettünk a jóra. Ezen a felelősségen kiváltképpen Ezekiel próféta tűnődik az ő könyvében, írásában, de most Jónás alakja áll előttünk Jézus figyelmeztetése nyomán, mert jelet kapott a választott nép az ő személyében, és a mai világ is jelet kap a keresztények személyében, mindazokéban, akik vállalják ezt a prófétai küldetést. Vagyis nem csak tollforgatók, költők és írók, az emberek szívéhez üzenetet közvetítő nagyságok válnak prófétává, nem csupán az ige hirdető papok, hanem mindannyian. A prófétai sorsban kell osztoznunk. És amikor ma azt kértük, hogy mi magunk is újjászülessünk önmegtagadásaink és cselekedeteink gyümölcseként, ez a lelki újjászületés csak akkor valósulhat meg, ami számunkra is, hogyha a jót továbbadjuk figyelmeztető szavunkkal, és valóban újjászülető lelki életünkkel. Amen. Amen. Kérjük testvéreim a mennyei atyát, hogy kegyelmi indítására megtérésünk őszinte és tartós legyen. Add, Urunk, hogy egyházad irányítsa az emberi szíveket őszinte megtérésre. Kérünk téged, add, hogy megszűnjön a népek között a vetélkedés és az ellenséges gyűlölet. Kérünk téged, add, hogy megértsük akaratodat, és készséges szívvel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, add, Urunk, hogy megtérésünk gyümölcsöt hozzon az igazi felebaráti szeretetben. Add, hogy az ítéletkor őszinte bűnbánatunkért bátran állhassunk szent fiad elé. Add, Urunk, hogy a Laskó és Botka család élő tagjai kegyelmeddel átélhessék a lelki újjászületés és megerősödés ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas mennyei atyánk, te nem akarod a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Indíts bennünket kegyelmeddel, hogy bűnbánati megtérésünk ne csak felbuzdulás legyen, hanem életünk gyökeres megújulása Krisztus a mi Urunk által. Amen. A 70-es ének második versszakát énekeljük. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek
Kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. Felajánljuk neked, Urunk, mindazt, amit neved megszentelésére te adtál nekünk, hogy a kenyér és a bor szentsége orvosságunk legyen az örök életre, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, s az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, a mindenség Ura Isten. Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, a zsoltán magasságban. Áldottak ilyen az Úr nevében, a zsoltán Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és Isten valljuk feltámadásodat, amíg elvégre. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal,
Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a Blaskó és Botka család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Amen. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békés. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. A szentáldozás közben a 119-es éneket fogjuk énekelni.
A lelki áldozás imájával kérjük a kegyelmet az otthonaikban velünk imádkozó testvéreink lelki javára. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, aki szentségeiddel szüntelenül táplálod népedet, kérünk engedd, hogy a bennük való részesedés hozza meg nekünk az örök életet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szűzanya keservesen síratta fiát szenvedésében, de ezzel együtt síratta a mi bűneinket is, amelyekből igyekszünk felkelni. Az ő közben járását is kérjük a nagybőjti újjászületésünkhöz. Most a 72-es ének első verszakával fogjuk ezt kérni. A Jóisten áldását kérem minnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Urunk Istenünk, oltalmazd népedet, és tisztítsd meg minden bűntől, mert ha nem uralkodik rajta a gonoszság, semmi sem árthat neki, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmad. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög életünk, magyarok szent őrangyala, könyörög életünk, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörög életünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörög életünk.